Üdvözlöm a webinárium résztvevőit. Én vagyok Kerek Roland, és előadásomban a Google Classroom, vagy magyarul tanterem vagy osztályteremmező rendszert fogom bemutatni. Annak ellenére, hogy tehát a Classroom névnek van egy magyar megfelelője is, én következetesen az angol eredeti kifejezést fogom használni, főként a félreértések elkerülése véget. Most itt rögtön a prezentáció elején szeretném előre bocsátani, hogy most, tehát mielőtt elkezdtük, szembesültem ezzel a körülménnyel, hogy csináltam egy prezentációt mindenféle animációval. Itt ezek az animációk nem annyira fognak megjelenni, úgyhogy néhány szlájdon nekem is egy kicsit, hogy is mondjam, meglepetés lesz, hogy pontosan mit fog csinálni a rendszer. No, jelen előadás alapját az a prezentáció képezi, amelyet a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium szakmai napján adtunk elő a tantestületnek, Erben Péter kollégámmal közösen. Annak az előadásnak a fókuszában az állt, hogy a digitális eszközök használatával milyen kérdésekre keresi a megoldást a tantestület, illetve hogy ezekre a megoldásokra milyen alternatívát kínál a Classroom. Erről fog szólni az előadásomnak a második része. Mielőtt azonban erre a pontra rátérnék, röviden és általánosságban beszélek arról, hogy mit is tud ez a platform, tehát a Google Classroom. A Google Classroom a Google Apps for Education nevű csomagnak a része. A honlapján található kett csináló szerint a Classroomban a tanárok gyorsan hozhatnak létre és rendszerezhetnek feladatokat, hatékony visszajelzést nyújtatnak és egyszerűen kommunikálhatnak osztályaikkal. A jelszavak tehát az egyszerűség, illetve a gyors áttekinthetőség papír használata nélkül. Ahhoz, hogy a Google Classroom-ot használni tudjuk, először regisztrálni kell iskolánkat a Google Apps for Education, vagyis Google Apps iskoláknak oldalon. Ez a regisztráció, ahogy a rendszer későbbi használata is teljesen ingyenes. Ezt követően tudunk felvenni a rendszerbe tanárokat és diákokat is, akik más-más módon látják a felületet. Nézzük először a tanár területét, hogy mit lát a tanár a Classroomban. A tanár látja a kurzusait, az osztályait, amelyek mellé újabbakat hozhat létre, illetve amelyeket idővel archiválhat is esetleg, hogyha úgy dönt később. Egy kurzusba belépve, most a következő képernyőn azt nézzük meg, hogy milyen, hogyha belépünk ebbe a jobb oldalt lévő dobozba, látjuk azt a felületet, ahol három lehetőségünk van. A falon történik a kommunikáció, ezt most, mivel nem elég dinamikus a szlájdom, nem tudom sajnos megmutatni. A tanulók fülölet az osztály, illetve a csoportnépsor található e-mail küldési jogosultság és választási lehetőséggel. Végül az áttekintés oldalon, ami itt látszik most, alapinformációk és különféle oktatási segédanyagok csatolási lehetősége mellett hivatkozásokat találunk a kurzushoz kapcsolódó Google Drive mappára, valamint a Google naptára, amelyben a kurzus események azonnal megjeleníthetők és tárolhatók. És már itt látszik, hogy a Google Classroom tulajdonképpen egy kapcsolatot biztosít, egyfajta csomópontként működik a különféle Google termékek között, becsatornázza ezeket az osztályba, illetve az oktatás folyamatába, és így összehangolja például a Gmailnek, a naptárnak, vagy a Drive-nak a használatát. Hogyha megnézzük a tanári felületen a falat, ez lesz mindig a legaktívabb része a kurzusnak. Itt több lehetősége is van a tanárnak, amint azt oldalt látszik. Létrehozhat hirdetményt egyszerű közérdekű információk közlésére, létrehozhat feladatot címmel, leírással, határidőbeállítási lehetőséggel, illetve létrehozhat kérdést is, amelyre a diákok úgy is válaszolhatnak, hogy nem is látják egymás válaszát.
valamint felhasználhat egy korábban létrehozott bejegyzést is, akár egy másik kurzusból átemelve. Ott is lenne egy piros keret. Most nincsen, de képzeljük oda. Hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a feladat oldalon mi mindent lehet csinálni. Ez az előbb vázolt funkciók közül a feladat funkció lesz a legizgalmasabb, hiszen a részletes bejöttek mindenféle oldalsú információk, ezért nem tudtam teljesen figyelni. Egy pillanat türelmet szeretnék kérni. Ez akkor folytatom, tehát visszacsúszok egy szlájdot, hogy tudjak kapcsolódni. Szóval az előbb vázolt funkciók közül a feladat létrehozása lesz a legizgalmasabb funkció, hiszen itt lesz nagyon sok lehetőségünk a részletes instrukció adás mellett. Például beállíthatjuk a beadási határidőt, amely azonnal bekerül a naptárba, ez a felső keret. Csatolhatunk bármilyen fájlt, Google dokumentumot, táblázatot, diát, linket, YouTube videót, ez az alsó doboz, illetve hogyha itt most rányomnék a mentés gombra, akkor a kiélesített feladatban mindez hozzáadódna még egy kommentálási funkció is. Kommentelni tanár is tud, diák is tud. Úgyhogy ez gyakorlatilag úgy működik egy kicsit, mint a Facebook. Ehhez képest mit lát a diák? A diák oldala nagyon hasonló a tanár oldalához. A diák is látja a saját osztályait. Itt én most egy 26-os diákként, egy tesztelő diákként vagyok jelen, akinek csak egyetlen egy kurzusa van, de hogyha egy diák tanárai széles körűen használják ezt a rendszert, akkor ez az oldal tele van dobozokkal, és látja, hogy az egyes dobozokban feltűnik, hogy éppen van-e neki feladata, vagy nincsen. Hogyha pedig ebbe a dobozba belelépünk, akkor láthatjuk ugyanúgy a falat, a diák láthatja még az osztálytársait is, illetve láthatja azt az áttekintő oldalt, amit az előbb megnéztünk a tanári területen is, illetve annyit hogy mindenképpen elmondok a diákhoz kiegészítésképpen, hogy a diáknak sokkal kevesebb lehetősége van, sokkal kevesebb funkciója a falon. Ő bejegyzést hozhat létre, egyéb dolgot nem tud itt csinálni, és ez a bejegyzés ez nagyjából ahhoz hasonlít, mint ami a tanári oldalon a hirdetmény. Itt lehet látni ezen a konkrét falon, hogy én, mint diák, az ember tragédiája nevű feladatot még nem teljesítettem, de hát még van is rá egy csomó időm, április 7-ig tudom ezt elolvasni. Hogyha ezt elolvastam, akkor ott a megnyitás gombnál rá tudnék nyomni egy olyan lehetőségre, amivel ezt a feladatot látványosan is teljesítettem. Az alsó dobozban pedig, ami a bűn és bűnhődéssel kapcsolatos feladatot illeti, azt látjuk, hogy én késtem a feladat megoldásával, vagyis nem csináltam meg határidőre, és ezt a rendszer vissza is jelezte nekem. Tehát ilyen visszajelzéseket kaphat a diák magán a falon.
Most térek rá a prezentációnak a második felére. Egy tesztelés eredményéről fogok beszélni. Ez a tesztelés az idei tanév elején augusztusban határoztatott el. Tehát akkor határoztuk el a kollégákkal, hogy kipróbáljuk ezt a rendszert az iskolában. A tantestületnek a fél év végén számoltunk be a tapasztalatokról. A tesztelésben összesen 7 tanár, 2 osztály vett részt, illetve 7 tantárgy, és amit látható, itt mindenféle típusú tantárgy szerepelt ebben a tesztelésben, amelyhez hozzáteszem, hogy nem zárult le fél évkor, tehát hogy a kollégák és én is még folyamatosan használjuk ezt a rendszert a diákokkal való kapcsolattartásra. Na, lássuk, hogy mi lett ennek a tesztelésnek a mérlege. Az elmúlt években a tantestület már megfogalmazta azokat a problémákat, amelyekre egy digitális felület esetleg megoldást kínálhat. Ezen megoldási irányok, mint elvárások mentén összegeztük a Google Classroom előnyeit és hátrányait. Itt 4 problémakört határoztunk meg, és minden problémakör ez egy ilyen megoldási irány tartozik. Ezeket fogom most nagyon röviden ismertetni. Az első probléma az a tankönyvekkel kapcsolatos, illetve a fénymásolással. Ezzel a problémakörrel úgy tudnánk foglalkozni, hogy digitális anyagokat hozunk létre és osztunk meg a diákokkal. A második problémakör azzal kapcsolatos, hogy nem vagyunk elég trendik, nem elég érdekesek a hagyományos tanórák, és talán hatékonyabbá, érdekesebbé tehetnénk az óráinkat, hogyha egyszerűen modern eszközöket vetünk be. Itt jelenik meg megoldási irányként, hogy digitális tananyagokat használunk a tanórákon is, tehát magán a kontaktórán, és nem pedig csak az órák után, vagy az órák között. A harmadik problémakör a házi feladatok, egyéb munkáknak az ellenőrzése, javítása, illetve a határidők betartatása körül cirkulál, illetve azzal kapcsolatos, hogy nem tudunk olyan mennyiségben és olyan minőségben visszajelzést biztosítani a diákoknak azonnal, ahogy azt szeretnénk. Erre lenne megoldás mindenféle online gyakoroltató rendszereknek a használata, illetve végül problémaként jelenítettük meg azt is, hogy nem működik a hagyományos kommunikáció, vagyis ahogy a tanár valamilyen feladatot ad ki a diáknak, és a diák ezt a feladatot lejegyzi, és aztán megoldja, mert sokszor az a tapasztalatunk, hogy a jegyzetelés az kezd kikopni. Még azoknak a diákoknak a gyakorlatából is, akik tényleg odafigyelnek erre. Erre a megoldási irányunk az, hogy házi feladatokat, óravázlatokat digitálisan osztunk meg a diákokkal, illetve elősegítjük a diákoknak az online kommunikációját, illetve a diákokkal folytatott online kommunikációt. Nos, ezek tehát a problémák és a megoldási irányok. És most nézzük, hogy mennyire kompatibilis ezekkel a megoldási irányokkal a Classroom rendszer. Ami az első problémakört illeti, a digitális anyagok létrehozásánál és megosztásánál, hátrányt jelent a Classroomban, hogy vannak olyan speciális igényű tárgyak, amelyeknek a szövegei elég nehézkesen szerkeszthetőek a Classroomban, illetve nem is a Classroomban, hanem a Classroomhoz kapcsolódó Drive-ban található Google dokumentumokban. Ezeknek a speciális igényű tantárgyaknak, mint a matematikának, a kémiának sokszor olyan képletekre lenne szüksége, illetve olyan képletek ábrázolására, aminek az ügyes ábrázolására nem képes ez a rendszer. Azonban a másik oldalon azt látjuk, hogy olyan dokumentumot hozhatunk létre a Classroomban, amely szerkeszthető, tehát ami miután
kész van a dokumentum, azután is dinamikusan bővíthető, akár real-time is, tehát akár többen diák is dolgozhat egyszerre ugyanazon a dokumentumon, így kollaboratív módon is szerkeszthetik azt. Azonban nem muszáj a Google-nek a termékeit használnunk, amikor megosztunk valamit a Classroom-on, hiszen gyakorlatilag bármilyen file formátum megosztható itt, és ezzel kapcsolódik a negyedik előny is, hogy jelentős mennyiségű szigmásolást tényleg meg tudok spórolni azzal, hogy online ezzel a rendszerrel adjuk ki a feladatlapokat, amit utána nem kell kinyomtatni, hiszen mindenkinek úgyis ott lapul majd a zsebében. Főleg, hogyha letöltötte a Classroom alkalmazást is például az Androidnak az applikáció boltjából, mert hogy erre is van lehetőség. A második megoldási irányunk a digitális tananyagok használata a tanórán, a kontaktórán. Hát ezt könnyen elintézhetjük, mert egyszerűen a rendszer erre nem kínál lehetőséget, nem erre való. Tehát nem nagyon tudjuk a Classroom-ot élesben órán használni, ha csak arra nem, hogy a korábban odafeltelt ott tárolt anyagokat akár az órán is elő tudjuk venni, hogyha van megfelelő eszköz a kezünkben, okostelefon, tablet, ilyesmi. A harmadik megoldási irány az online gyakoroltató rendszerek használata is, hogy is mondjam, nehézségekbe ütközik, hogyha a Classroom-ot szeretnénk erre használni. Megint csak azért, mert hogy nem erre lett kitalálva a rendszer. Ha nagyon akarjuk, akkor itt a pozitívumoknál odaírtam azt is, hogy űrlapokkal ez talán megoldható lenne, tehát űrlapokat lehet úgy is használni, mint hogyha feladatválasztós tesztek lennének, de alapvetően a rendszer nem erre lett kitalálva. Illetve nincs is olyan alrendszerre, amik egy ilyen tesztet ki tudná esetleg értékelni, és ezzel tudná segíteni a munkánkat. Végül a digitális megosztás, az online kommunikációval kapcsolatban a diákok fogalmazták meg azt a veszélyt, hogy esetleg, hogyha a tanár nem megfelelően használja például a határidő beállítási funkciót, akkor ez egy digitális pórásként is működhet, amivel a diákot akkor is, tehát az a diák idejét akkor is strukturálni tudjuk, amikor éppen nincs az iskolában. Hát itt érdemes önmegtartóztatást tanúsítani a tanárok részéről. Valamint probléma az is, hogy ha rászoktattuk a diákokat tényleg a Classroom-nak a használatára, a rendszeres vizsgálat, a rendszeres nézésére, még akkor is úgy tűnik, hogy a Facebookon sokkal élénkebb marad a kommunikáció, és az igazán sürgős ügyeket, hogyha van egy Facebookos osztálycsoport, de van egy Facebookos Google csoport, akkor inkább a Facebookon szeretik megosztani a diákok is, illetve ebből adódóan a tanárok is. És ezt tartozik az is, hogy élő viták nem nagyon tudnak kialakulni a Classroom-on, noha lenne erre lehetőség. Pozitívum azonban ebben a tekintetben, hogy tehát a leckék, amiket digitálisan osztunk ki, digitálisan is veszedhetők, értékelhetők, hogyha egy dokumentumot, egy Google dokumentumot küldenek be a diákok, akkor azt a tanár korrektúrával el tudja látni megjegyzésekkel, így aztán a problémának egészen a gyökerénél tudja jelezni a megjegyzéseit. Hogyha a diákok rászoknak ennek a rendszernek a használatára, akkor a reakció is fel tud gyorsulni. Nagyon jó ez a rendszer a rendszerezésre. Áttekinthetőek lesznek az aktuális feladatok, illetve a korábbiak is viszonylag könnyen visszakereshetőek, illetve azt jegyeztük itt még meg így a kollégákkal közösen, hogy dokumentumsablont lehet készíteni, vagyis egy előre gyártott félkész Google dokumentumot lehet kiküldeni, akár csoportoknak is, tehát egy diákok csoportjainak,
hogy ilyen módon tudjanak még struktúráltabban dolgozni. Amint láttuk, nagyon-nagyon sok előnye a Google Classroom-nak igazából a Google Drive-ot illeti, illetve a Google Drive különböző termékeinek, a dokumentumoknak, a táblázatnak, illetve a hasonló termékeknek a használatával kapcsolatos. Ezeket emeli be tulajdonképpen a Google Classroom, és teszi még népszerűbbé az oktatási folyamatban. Végül szeretném összefoglalni azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket a Classroom kipróbálása során alkalmaztunk. Nagyon jó tehát a Classroom arra, hogy megvalósuljon az online kooperáció, hogy a dokumentumon a diákok esetleg együtt dolgozzanak. A rendszerezésre nagyon jól lehet használni, a házi feladatok digitális kezelésére, az óravázlatok online vezetésére, illetve a fénymásolási igénynek a lecsökkentésére. Végezetül két hasznos oldalt ajánlanék a hallgatóság figyelmében. Először is a Google Plus rendszerben lévő Google Classroom közösséget, amely egy nagyon élénk közösség, tehát gyakorlatilag ilyen 10 perces, fél órás időintervallumokban jelennek meg az újabb és újabb bejegyzések a különböző kollégáktól a világ legkülönbözőbb részén, hát tipikusan az Egyesült Államokban, ahol mindenféle problémára, kérdésre keresik a választ, megosztanak jó gyakorlatokat, és amelyben bekapcsolódnak a Google Classroom-nak a fejlesztői is, tehát velük is lehet kommunikálni ott. A másik hasznos oldal pedig a teachercast.net nevű oldalnak a YouTube csatornáján egy podcast, ami arról szól, hogy milyen 50 jó dologra lehet használni a Google Classroom-ot. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Rolandnak az előadást. Ha van kérdés, akkor jöhet még a chatbe kérdés. Egy olyan kérdést látok, hogy érdemes-e belevágni, hogyha modul felületet használunk, tud-e valami újat, valami plusz nyújtani a Classroom. Hát nekünk az a tapasztalatunk az iskolában, kipróbáltuk a modult is, noha sokkal kisebb volumennel, hogy sokkal áttekinthetőbb a Classroom, illetve sokkal nagyobb önállóságot ad a tanárnak. A modulnél azt láttuk, hogy ott elég komoly rendszergazdai jelenlétre van szükség, tehát hogy bizonyos funkciókat engedjen, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükség van azért egy központi kollégára. Itt a Classroom-nál egy rendszergazda figurának igazából az a szerepe, hogy regisztrálja a tanárokat, illetve a diákokat ebbe a Google Apps for Education nevű rendszerbe, és onnantól kezdve ők megtalálják. Tehát hogy a tanár tudja magának a kurzust létrehozni, a diákok pedig fel tudnak venni egy kurzust egy kurzuskód segítségével. Azt is olvasom, hogy sokkal korlátozottabbak a modulhöz képest a lehetőségek, oda is integrálhatók a Google szolgáltatásai, ez így van. A Google Classroom-nak nem olyan nagyon széles a repertoárja, és hát egy egészen, hogy is mondjam, tehát ugye az a kritika teljesen jogos, hogy nem tud olyan nagyon sok mindent, mint amire esetleg szükségünk lehet. Azt is olvasom, hogy rendszergazda nem kell a modulhöz a kurzus létrehozása és beállítása után. Rendben, akkor ezt lehet, hogy rosszul tudtam. De lehet, hogy a frissítésekhez mégiscsak szükség van rá.
azt is olvasom, hogy felolvasom. Az elemzésben feltárt problémákat kiegészíteni megy a véleményem szerint lényeges dologgal. Az információhoz jutás módjának drámai megváltozása miatt a hagyományos módszerek és eszközök egyre kevésbé működnek. Például a jegyzetek feladatok adása beszédése nem más, mint offline feladat az online térben. Hogy úgy gondolod, hogy a tanárnak kéne jegyzetelni a diák helyett? Lehet, hogy ez két külön kérdés. Mindegy, megpróbálok, azért hasonló problémák érintenek. És semmiképpen sem szeretném a diákok kezéből kivenni a jegyzetelést, sőt, nagyon-nagyon fontos, hogy ők ezt folyamatosan gyakorolják. Igazából egy segítséget nyújtat nekik ez a rendszer ahhoz, hogy még rendszeresebbek legyen, tehát hogy rendszerezettebb lehessen a tanulásuk. Szerintem nem is egy jó irány az, hogyha a tanár egy az egyben, ami jegyzete van, az adott óráról, azt fölteszi a classroom, hogy a diákok láthassák. Inkább egyfajta változatra gondoltam itt tényleg. Tehát, hogy egy olyan emlékeztető, amire, hogyha figyelt órán, akkor fel tudja fűzni a gondolatait. Volt egy ilyen, hogy a teachercast.net linkjét egyek szíves bemásolni a chat ablakba. Szerintem megmutatom még egyszer ezt a... Attila már bemásolta, jó? Volt egy ilyen kérdés is, hogy Edu-ban teszteket is készíthetünk, mennyivel tud többet a Google Classroom, semennyivel, a Google Classroom-ban nem lehet teszteket készíteni. Ez egy nagyon-nagyon egy végtelenül egyszerű program tulajdonképpen, és úgy tudnám talán jól jellemezni, hogy tényleg a mindenféle Google szolgáltatásnak egy ilyen becsatornázó applikációja, amivel össze lehet hangolni egy-egy osztálytermi használat érdekében a különböző lehetőségeket. De valóban nagyon-nagyon sok olyan terület van, amit sok más applikáció nagyon jól meg tud csinálni, a Google Classroom azonban nem. Következik Tóth Bódzer Szilvia előadása. És jelzem, hogy megoldódott a hang Tusorné Fekete Évánál is, úgyhogy ez harmadik is. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Továbbra is Kerek Roland néven jelentkezünk be egy képtől. Úgyhogy az átállás ennyivel tud gyorsabb lenni, hogy ugyanazon a gépen kapcsolódunk be. No, a Neo elemes tulajdonképpen lánykori nevén ez az Edu 2.0, ami a chat ablakon is megjelent, mint egy alternatívája az online tanulási tereknek. A Neo elemest én január vége óta használom igazán aktívan több csoportomban, akik okai és képzésben vesznek részt, és kifejezetten nem csak oktatási informatikát tanulnak, hanem egyéb tárgyakat is. No, a bemutatást talán ott kezdeném, hogy
ehhez sem kell tulajdonképpen, hogy a rendszert feltegyük rendszergazdai vagy túlságosan bonyolult informatikai tudást. A neoelemes.com oldalon lehet regisztrálni ezt a rendszert, és iskolaként, intézményként tudunk regisztrálni, tehát az ellentétben a Google Classroom-mal intézményi alapon működik. Ezért ennyiben érdemes összebeszélni a kollégákkal, hogy nem mindenki egyszerre próbálja meg ugyanazt az intézményt külön neveken regisztrálni. No, és akkor, ahogyan látható a kivetítőn, az URL cím az egy egyedi cím lesz, tehát hogyha regisztrálta valaki az iskolát, akkor az iskola nevéből képzett URL címen érhető el a diákok számára, majd a továbbiakban, illetve a tanárok számára is ez a rendszer, és ingyenes az a csomagja, amelyik lehetővé teszi, hogy 400 tanulót regisztráljunk a rendszerben, és eléggé sok lehetőséget biztosít ebben az ingyenes verzióban is. Az kell hozzá, hogy közoktatási intézményben dolgozzunk, és így regisztráljuk az iskolát. Ez a rendszer alkalmas arra is, hogy vállalati környezetben használjuk távoktatás vagy blended learning keretében tulajdonképpen, és a felhasználókat pedig hozzá lehet adni egyesével is adminisztrátorként, illetve látszik ennek a képernyőnek a jobb alsó sarkában, hogy van egy ilyen regisztrálási hozzáférési kód, amit tankörönként lehet generálni, és akkor lehet tulajdonképpen a felhasználókkal is regisztrálhatni ezen az oldalon, de csak ennek a kódnak a birtokában. A NeoElemes szintén elérhető applikáció formájában is, tehát okostelefonokon is követhető a tevékenység, ami a NeoElemesben folyik. A tanulók számára értesítéseket kaphatnak a különböző dolgokról, például, hogyha egy feladatot megkaptak, vagy üzenetet kapnak a tanártól, esetleg valamilyen hirdetmény van a rendszerben. Ezzel kapcsolatban mondjuk a tapasztalatom az, hogy megjelenítésbeli problémák lehetnek az eltérő képarányból kifolyólag, főleg tanári nézetben, hogyha például egy naplót szeretnék kezelni, az egy kis okos telefonon nem működik tökéletesen. Következő diára egy-két részletet tettem fel abból, hogy most milyen számokkal dolgozunk. A School Európát regisztráltuk ebben a rendszerben, és ezen belül azt kell elképzelni, hogy nagyon-nagyon sok a bugyor van, tehát ellentétben a Google Classroom-mal talán első látásra egy kicsit ijesztő is tud lenni, hogy mennyi-mennyi berke van ennek a rendszernek, és mennyi funkciója, úgyhogy olyanoknak ajánlanám, akik már egy kicsikét jobban otthon vannak ezekben a rendszerekben, és keresik azokat a funkciókat, amivel egyik rendszer több tud lenni a másiknál. Van egy katalógusunk, ahogy belépünk, a katalógusban tantárgyak láthatóak, és a tantárgyakon belül vannak a tankörök. Ingyenes változatban a rendszer tud magyarul, de nem tudjuk személyre szabni a szavakat, amiket használ. Talán nem tankör. Nem tankörnek hívnánk mi ezt, hanem tanórának, vagy órának. A tankör az az egység, az az alapegység, ami egy tanárra, egy csoportra, egy tantárgyra szerveződik, és mondjuk ilyen lehet pedagógián belül nekem egy pedagógia óra 13 ásokkal. A 400 főre ingyenes a csomag, egyéb plusz szolgáltatás, hogyha előfizetünk, hogy ennél több tanulót is tudunk kezelni, személyre tudjuk szabni az oldalnak a nyelv használatát, tehát tudunk még kicsit magyarítani, igazítgatni ezen, illetve megoldható a feladatoknak a differenciálása és a tanulók közötti differenciálás is egy kicsit magasabb fokon oldható meg. De látni fogjuk, hogy kezdetben biztos, hogy nem fog minket zavarni ezen plusz funkcióknak még a hiánya.
A felhasználói jogosultságokkal kapcsolatban el kell mondani, hogy vannak az adminisztrátorok, ők is lehetnek többen. Alapértelmezetten adminisztrátor az, aki létrehozta ezt a regisztrációt, illetve vannak tanulói és tanári regisztrációk, és ami érdekes lehet, hogy itt a szülők is bekukucskálhatnak, és megnézhetik, hogy hogyan dolgoznak a gyermekeik, és nekik is adhatunk különböző jogokat a rendszerben. Minden felhasználói fióknak a jogosultságait még lehet finom hangolni. Például, hogy a tanárok lássák a tanulóknak a jelszavait, a belépési jelszavait, ami azért lehet érdekes, és az most már egy ilyen saját tapasztalat, hogy a tanulók képesek elhagyni ezeket a jelszavakat, és akkor újra és újra le kell generálni, alaphelyzetbe állítani nekik ezeket, ami azért hát fontos dolog lesz, hogy hozzáférjenek, mert hogy itt nem tudnak olyan könnyen hagyatkozni az egyéb rutinjaikra, mint például a Google Classroom-ban, hogy csinálás fiókkal fognak belépni, vagy hogy egy csomó kettes alkalmazásban van Facebook vagy Gmail autentikáció, amivel nem kell újabb jelszavakat megjegyezni. A tankörök tehát egy alapegység, amiben gondolkozunk, amiben dolgozunk. Az itt látható tankörökben többször látszik a pedagógia. Tudunk úgy létrehozni tankköröket, hogy ezeknek a tartalmát egymás között szinkronizáljuk. Elképzelhető mondjuk, hogy egy szakmai készségfejlesztés tárgyban egészen hasonló dolgokat szeretnénk kínálni, tevékenységből és tartalomból, és egyik tankörből a másikba hétről hétre szinkronizáljuk a tartalmakat, akkor egy külő kategóriát kell, külő tankört kell létrehozni, amiben ez az átjárás biztosítható lesz a tankörnek a tartalma között. Látszik minden tankör alatt, hogy hány tanuló van benne regisztrálva, ez a zöld körökben látszik, illetve vannak itt ilyen számok még kék mezőben, hogy hány értékelendő munka van ebben a tankörben, ez nekem információ, hogy most oktatás informatikából 37 beadandó vár értékelésre. A tankörön belül egy újabb bugyor a foglalkozás, tehát hogyha fel akarjuk vázolni a rendszernek a szerkezetét, akkor van az intézményen belül, a katalóguson belül, a tankörön belül a foglalkozás, tehát tényleg jól kell tudni navigálni ebben a rendszerben. A foglalkozások azok az órák, amelyeken a tanulók részt vesznek, és amelyeket óráról órára egy névvel elláthatunk, és követhetjük azt, hogy mi történik az órákon. A foglalkozások alá oldalakat fűzünk be, az oldalakon pedig tartalmakat oszthatunk meg, illetve az oldalak mellett a másik újabb kis lehetőség, hogy feladatokat tehetünk ezekhez a foglalkozásokhoz. A foglalkozásokhoz időkódot is lehet tenni, tehát dátumbélyeget, hogy mikor esedékes ez a foglalkozás, tehát gyakorlatilag ez tematikaként is működhet, sokkal transzparensebb, átláthatóbb. Például a szülők számára is, hogy miről volt aznak szó az iskolában, és nagyon jó emlékeztető a diákoknak óráról órára, még akkor is, hogyha jelenléti képzésben van részük. A tanár előre dolgozhat, az hasonló a Moodle-höz, hogy ha fél évre, évre előre tudok gondolkodni, hogy milyen témáim vannak, akkor ezeket nyugodtan felfelhetném anélkül, hogy előre úgymond spoilereznék. Tehát el tudom rejteni azokat a foglalkozásokat, amik még nem aktuálisak, kíváncsi szemek felől, és csak addig tudnak előre látni, ameddig az aktuális foglalkozás van megjelölve. A foglalkozásokhoz lehet oldalakat rendelni, de magához a tankörhöz, úgy általánosságban is fel lehet tenni tananyagokat, ahol maparendszereket lehet kialakítani és lehet rendszerezni a tananyagokat. Lehet a tananyaghoz, ami nem foglalkozáshoz kötődik,
olyan fájlokat feltenni, amiket akár egész fél éven át használunk, például egy elektronikus könyvet, egy segédweboldalt, vagy ahogy említődött, itt lehet megjeleníteni például mintákat, hogyha valamilyen munkában vagyunk, hogy milyen sablonok alapján, milyen minták alapján gondolkodjanak a tanulók beadandókkal kapcsolatban. Amit ezen a slide-on látszik, az az, hogy egy előkészítő óránkon, még a projektünk előkészítő óráján létrehoztam egy olyan mappát, amiben a kártyagyűjteményünknek a sablonjai láthatóak. A mi projektünkben ilyen kis társas játékot gyártunk, és néhány minta alapján tanulók fogják megalkotni ezt a társas játékot, és ezeket a sablonokat az órán letöltötték, tovább dolgozták, és a feladatok között töltötték fel aztán a végeredményt. A tananyagok mellett jó, hogyha vannak a tanulóknak tevékenykedtető lehetőségek is, olyanok, amik őket másképp is aktivizálják, ilyen például a Wiki, ami a Wikipédiának a kis testvéreként mutatható be talán. Szócikkeket, oldalakat lehet létrehozni, amelyek klasszikusan lehetnek fogalmak, idegen kifejezések, szakkifejezések, de lehetnek például tételek, témakörök, kis kifejtős kérdések, amik közös szerkesztésűek, létrehozhat a tanár és diák egyaránt, és fejleszthető ennek a tartalma, és tökéletesíthető az egymás visszajelzései által. A példánkban látható, hogy van néhány szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos fogalom, amit jól körül kell tudnunk írni és használni. Ezeket például kidolgoztuk a rendszerben, és a rendszer követi azt, hogy mikor történt az utolsó módosítás, ki volt a szerző. A szerző közel sem biztos, hogy az utolsó szerzője ennek az oldalnak. A következő dián az látszik, hogy egymás munkáját felülírva, kiegészítve következő verziókat lehet létrehozni, és ezen verziókat össze lehet egymással hasonlítani, hogy hogyan bővült, hogyan javult ennek a bizonyos szócikknek a tartalma. Egy nagyon izgalmas funkció a tesztek funkció, ami arra szolgál, amire mi didaktikailag tulajdonképpen kitaláljuk, nem csak számonkérés, és főleg nem számonkérésre szolgál ez a teszt funkció. Én leginkább hitként szoktam rá tekinteni, két óra között is át tudják ismételni a tanulók azt, ami az órán volt. Segít ellenőrizni a megértést, hogy amit az órán megbeszéltünk, azt értik-e. Ez mondjuk olyan kérdéseket is kell alkalmazni, amiből erről meg lehet győződni. Illetve számos olyan beállítása van a teszteknek, ami tudja a feltételeket nehezíteni és könnyíteni is. De az látszik, hogy öt széles feladat van ebben a rendszerben, az első négy a teszt típusú feladat. Ezekről szeretnék most egy kicsit részletesebben beszélni. A kezdés és az esedékességi időpont azt jelöli, hogy ez a teszt valamikor érvényes, valamilyen határidőig ki kell ezt tölteni. A kitűzött oszlop arra utal, hogy ez a feladat már nyilvános-e, tehát megkapták-e a tanulók, ahol az X látható, az azt mondja, hogy nincs kitűzve, nincs meghirdetve, tehát nem éles. Látható, hogy hány pontot kaphat érte a tanuló, és hogy ez az értékelésben milyen súlyjel esik adva. Ez megint csak személyre szabható a felületen, hogy azt szeretnénk, hogy minden teszt attól függetlenül, hogy hány pontot ér, hány százalékát adjuk ki a végső értékelésnek, vagy pedig mindegyik azonos súlyjel esik alatva. És az utolsó oszlopban látható az, hogy hány ilyen teszt van már kitöltve, hányat kell értékelni. Alapvetően értékeli a teszt a válaszokat, amennyiben vannak helyes válaszok. Hogyha viszont hagytunk nyílt végig kérdéseket, kis kifejtős kérdéseket, akkor azok bizony
még meg kell néznünk, és értékelnünk kell a válaszokat, és kézzel kell pontoznunk a tanulóknak ezen válaszait. Az áttekintőben lehet beállítani azt, hogy a tesztünk az milyen határidővel bírjon, illetve be lehet állítani azt is, hogy hányszor próbálkozhat egy tanuló a tesztnek a kitöltésével. Én ezt 3-4 próbálkozásra szoktam beállítani, mert valójában inkább a gyakorlást szeretném segíteni a teszt funkción, nem pedig a számonkérést. Tehát ha valaki kitölti a tesztet, és kap rá valamilyen visszajelzést, akkor a visszajelzés fényében javíthat a teljesítményét. Meg lehet engedni a késői beadást, az van itt rövidítve, ez a checkbox-ban látszik, hogy nálam ez mindig be van pipálva. Ha valaki a határidő lejárta után 3 perccel szeretne próbálkozni, hogy meg kelljen külön e-mailt írnia, de ugye a rendszer elnaplózza azt is, hogyha valaki későn látott hozzá a feladathoz. Lehet foglalkozáshoz rendelni ezt a tesztet, és lehet megszabni előfeltételt is. A kategória azért lesz érdekes számunkra, mert a különböző kategóriák a végső pontozásba, naplózásba más súllyal eshet bele. Tehát lehet olyan kategóriában gondolkodni, hogy ez egy gyakorló feladat, számonkérő feladat, forgalmi feladat, és ezeket másképpen lehet a tankörön belül súlyozni. A lehetőségek itt most szürkével látszik, a következő 12-es diákban már ennek a beállításait mutatom. Itt is vannak még finomságok, finom hangolása a teszt feladatnak. Lehet használni az utolsó pontot, és lehet a legjobb pontot használni, úgyhogy többször is kitölthetik a tanulók. Ez nem mindegy, hogy akkor a tanulónak van-e kedve még tovább próbálkozni, hogy azt gondolja, hogy ez itt már csak rontani fog az eredményén. Hogyha időre megy, ez egy szigorított feltétel, véletlenszerűen is sorba lehet rendezni a kérdéseket, itt ez érdekes lehet, hogyha rálátnak egymás munkájára a tanulók, és szeretnénk, hogy külön ütemben jelennének meg ezek a kérdések, nem csak azért, mert az egyik tanuló gyorsabban dolgozik, mint a másik, hanem ezek valóban legyenek megkeverve. Az azonnali visszajelzés ugye segíthetni egy ilyen élesebb helyzetben, hogy mondjuk az egyik tanuló előre halad, látja a visszajelzést, a másik tanulónak valamilyen jelzéssel nem mutatja, hogy ő jót vagy nem jót válaszolt. Ezt is ki lehet venni, hogy azonnal ne tudja a tanuló, hogy jól válaszolt-e, hanem mondjuk a végén egy megbeszélés formájában derüljön tényleg jó megoldásokra. A navigáció az akkor lehet fontos, hogy tudjunk a kérdések között közlekedni a tesztben, hogyha nem az a kifejezett kívánságunk, hogy ne lehessen lapozni. Ugye van ilyen is, amikor az ember az első kérdéseiben olyan fogalmakra kérdez rá, amiket későbbi kérdésében mondjuk teszini el, vagy elárulja a választ valamilyen módon, de ha például csoportmunkához használjuk, akkor abban az esetben kifejezetten hasznos tud lenni, hogyha a tanulók az összes kérdést egyszerre tudják tekinteni. A tanulói eredményekben pedig meg lehet jeleníteni már a helyes válaszokat és a saját válaszaikat, akik összehasonlíthatják pontszámokat és visszajelzéseket is, amik az egyes jó vagy rossz válaszaik után megjelennek, amiket a tanárok személyre szabhatnak, hogyha van például valamilyen tipikus félreértés a teszt kérdéssel kapcsolatban, tipikus rossz válaszok, akkor ott még egy kis magyarázatot lehet fűzni ahhoz, hogy miért jó vagy rossz az ő válasza. A következő dián az látszik, hogy a feladatok áttekintése hogyan is néz ki. A napló funkcióval tudjuk nyomon követni azt, hogy a tanulók milyen teljesítményt nyújtottak, és itt a szerkesztésben tudjuk a későbbiekben is átállítani még a határidőt például, vagy hogy hányszor próbálkozhassanak a tanulók. A kérdések menüpont alatt lehet hozzáadni az egyes kérdéseket. A kérdések hozzáadásánál könyvtárból is lehet választani, tehát a tankörök között van átjárás, ha valakinek több tanköre is van, akkor tud ügyesen gazdálkodni azzal, hogyha kérdéseket lefejleszt, akkor máshol is fel tudja tenni ezeket. A kérdés típusoknál van igaz-hamis, többszörös választás, van lyukas szöveg, amit tudnak szeretni a nyelvtanárok.
és párosítós feladat is, amikor két oszlopból kell összetartozó fogalmakat például párosítanunk. Az osztályzatoknál lehet látni, hogy hány százalékot értett a tanulók, hogy mikor adták be a feladataikat, és erre a lapocska iparra rákattintva egész pontosan nyomon követhető, hogy a tanulók, az egyes tanulók miben hibáztak, és milyen jó válaszaik voltak. Oktatói megjegyzést is lehet hozzáfűzni, hogy bíztatni szeretnénk valakit, vagy szeretnénk segíteni abban, hogy a következő kitöltésen, mondjuk ügyesen bemenjen. Renitens tanulókat is ki lehet listázni, kik azok, akik nem adták be a feladataikat, illetve nagyon jó funkciónak találom, hogy instant értékelést, kiértékelést kaphatunk arról, hogy az osztálynak hogyan sikerült ez a bizonyos teszt, és láthatjuk feladatonként összesítve, hogy mely feladatok voltak talán nehezebbek, és melyeket volt könnyebb megválaszolni a tanulóknak. Nagyon jól tudjuk adminisztrálni azt, hogy a jelenlét hogyan alakul, tehát tulajdonképpen elnapló funkciókat is fel tud venni. Még azt is meg tudjuk mondani a rendszernek, hogy az egyes tanulók késtek-e, korábban elmentek, felmentésük volt, és akkor itt is az összefoglaló menüpont alatt látható az, hogy kik azok a tanulók, akik mondjuk egész évben egyszer sem hiányoztak, tehát nagyon jó statisztika gyártása is. Egy nagyon fontos funkció még, amit szeretnék megemlíteni, az értékelő táblának a használata, ami a feladatok kitűzésénél, a beadandó vagy esztétikusú feladatok kitűzésénél tesz jó szolgálatot. A formatív értékelésről szóló webináriumban már volt róla szó, nagyon fontos, hogy a tanulók előre is tudjanak szempontokat ahhoz, hogy hogyan, mi alapján fogja a tanár minősíteni a munkájukat. Ez az értékelő tábla minősítéseket, szinteket tartalmaz, illetve feltételeket, ami plakátkészítésnél szóba jöhet, és ez konkrétan már az egyik tanuló munkájára érkezett visszajelzés. Sok időt vesz igénybe talán adaptálni egy ilyen értékelő táblát, de a kiértékelésnél nagyon egyszerű dolga van a tanárnak, nem kell bonyolult matematikai műveleteket végeznie. Egyszerűen végig kattintja, hogy az öt szempontból melyik szintet sikerült a tanulónak elérnie, és a rendszer saját magától automatikusan fent dobja a pontot és a hozzárendelt osztályzatot. Az osztályzatot pedig az alapján adja, hogy mit említettünk be előzetesen, hogy hány százaléktól lesz 3-as, 4-es, 5-ös az adott tanulói munka. A naplónk az úgy néz ki, hogy a tanulók mellett az oszlopokban megjelennek az egyes feladatok, amiket kitűzünk. Ezek lehetnek olyanok, amik beadandók, amik tesztek, illetve lehet offline feladatokat is felvenni, amiket gyakorlatilag itt csak adminisztrálok, produktum nem születik, de itt vezethetem a tanulóknak a pontjait, és a különféle nézetek megengedik azt, hogy a kis cellákba nagyobb betűvel, nagyobb számmal mondjuk az érdemjegy látszódjon, vagy pedig a százalék, esetleg a pontszám, amit az adott teszten elért. Az említett missingekre, tehát a hiányzó teljesítésekre vonatkozik, a fekete nézetkép pedig a cellákban az oktatói megjegyzésekre, ami alapján a tanulók tudnak javítani a teljesítményükön. Az összértékelés az úgy jön ki, hogy a hiányzó feladatokat hát nem tekinti jónak, és ezért még itt nem minden tanulónál igazán jól fest ez a tábla. A ceruzák az én feladataimat jelzik, az, hogy itt még vannak olyan beadandók, amiket nekem kell kijavítanom, és így fognak ezek a jegyek itt megszületni. És végül a kitűzőkről szeretnék néhány szót ejteni. Az iskola könyvtárában kell létrehozni a magyar nyelvű személyre szabott kitűzőket. Úgyhogy még én is tegnap találtam csak, eddig angol nyelvű nyári beállításokkal dolgoztam. Nagyon jól lehet használni arra, hogy a tanulókat motiváljuk például az órai részvételre, vagy valamilyen magatartásnak a tanúsítására. Én mostantól osztogatom ezeket a kis kitűzőket, amiket a rendszer díjaként is számon tart, és a tanulóknak a jegyeim mellett lehet vezetni ezeket az elévülő vagy el nem évülő kitűzéseket,
kitűzőket, hogy például valaki aktív résztvevő volt az órán, vagy egy szuper jó kis bemutatót tartott kis előadás formájában. A jó gyakorlatnak az összefoglásképpen annyit lehet elmondani, hogy az online tananyagokat nagyon szépen rendszerezetten lehet tárolni, könyvtárakat létrehozni, kollégák egymás között tudnak kölcsönözni ilyen teszteket, feladatokat, értékelőtáblákat és kitűzőket is. Lehet közösen szerkeszteni weboldalakat, ezek a wikik lesznek, tanulókat ezzel lehet aktivizálni. A tesztek sokféleképpen felhasználóhatóak, például alternatív csoportmunka szervezésben, a gyakorlásra is. Átláthatóvá válik a tanmenet, követhető a tematika, tudjuk mikor mi jön és mi volt, jobban rá tudunk erre tekinteni, főleg, hogyha mondjuk a füzetek nem annyira divatosak már bizonyos évek fölött. A formatív értékelés és a motiválás jó eszköze lehet, hogyha értékelőtáblát és kitűzőket használunk, illetve nagyon-nagyon sokféle adminisztrációs kötelezettséget, illetve lehetőséget is támogat a rendszer, nagyon jó statisztika készítésre és a fejlődés nyomon követésére is. Köszönöm szépen a figyelmet! Olyan kérdést látok, hogy van-e tapasztalat szülői részvételről. Nos, nálunk még ilyen nincsen, mert hogy a szülő, itt most nagykorú tanulókról van szó, a szülők kevésbé érintettek ebben, de egy érdekes tapasztalat lenne őket is bevonni valahol. Képeket fel lehet-e tölteni a teszteknél? Igen. Igen, fel lehet tölteni képeket is a teszteknél, és akkor így rá lehet kérdezni a képeknek bizonyos részletére, vagy hogy elemezzék a tanulók. Köszönjük szépen az előadást, és akkor hamarosan átállunk egy új előadóra, Tusorné Fekete Évára. Én közben kaptunk egy olyan kommentet is még, hogy beágyazási kóddal nagyon sokféle tartalom megjeleníthető a lapokon, például videók is feltölthetők. Igen, és össze van kötve a Google Drive-val is, tehát még onnan is lehet kölcsönözni tartalmakat. Köszönjük! Jó estét kívánok! Hallottok engem? Jó estét kívánok még egyszer! Én egy viszonylag egyszerűbb, főleg általános iskolásoknak ajánlott osztálytámat szeretnék neked bemutatni, a Szervmódot. Ez egy amerikai fejlesztés, direkt oktatási célra. Igazából a gyerekeknek azért nyerte meg a tesztesért, mert nagyon hasonlít a Facebookra. Hogy lehet itt tovább érni? Ja, jó. Elnézést kérek, még kezdő vagyok. Nézzük meg, hogy milyen előnyei vannak az általam használt osztályteremnek. Annyit hadd mondjak el előzetesen, hogy már negyedik éve használom, az összes csoportomban 11 csoporttal, 11 osztállyal pontosabban. A nagy előnyet lehet az, hogy zárt csoportokat, ezen belül még kis csoportokat, akár tehát csoportmunkára is remekül használható, ki lehet alakítani. Közös üzenőfalunk van, amin akár egyedileg, akár csoportban, akár pedig a szülőknek is tudok küldeni, ugyanis itt is lehet be lehet kapcsolódni a szülőknek. Kommunikálhatnak a gyerekek velem is, illetve más pedagógussal is, ugyanis össze lehet kapcsolni, tehát mi is például angol kolléganővel közösen dolgozunk, és kialakította a csoportjait, és mi is tudunk egymással kommunikálni. A beküldött munkákat osztályonként, témánként csoportosítva tudjuk begyűjteni,
illetve megjeleníteni tudjuk egyenként. Ezeket majd részletesebben mindjárt be is mutatom. Ezen kívül lehet készíteni számonkéréshez különböző teszteket, amelyeket azonnal kiértékel a rendszer, és a gyerek rögtön meg is kapja az eredményt a jó, illetve a rossz válaszok megjelölésével. A csoport teljesítményét grafikusan is megjeleníti a program, ez nekünk is nagyon jó, egyedileg is, illetve feladatonként is grafikusan megmutatja az eredményeket, illetve százalékosan is megjeleníti. Ahogy mondtam, a tanulóknak saját fiókjuk van, itt tárolhatják a munkájukat, tanulói portfóliót tudnak kiépíteni, kialakítani, illetve például díjazni is lehet a kiemelkedő tevékenységeket, tehát a játékosítás is bevonható segítségével. Nagyon egyszerű a regisztrálás. Nem kell semmi más csinálni, csak fölépni az edmodo.com, ahogy mondtam, ingyenes. A pedagógust hozza létre először, tehát neki kell először regisztrálni, ő hozza létre majd a tanulói csoportokat, ahová tanulok. Egyszerűen csak a nevük megadásával, illetve egy kód beírásával be tudnak lépni az adott osztályokba. A tanuló tudja a szülőnek is, illetve a pedagógus is be tudja hívni a szülőt a magában az osztályteremben. A kollégákkal is kapcsolatba léphetünk, nem csak a közvetlen kollégáinkkal, hanem akár a világ más részéről is. Nagyon egyszerűen működik a csoportok létrehozása. Először is létrehozunk egy nagyobb csoportot, akkor megadjuk a nevét, osztályt, akkor a típusát, a tantárgyat. Utána ezzel nyerünk, kapunk egy, tulajdonképpen egy kódot, és ezt a kódot kell megadni a gyerekeknek, akik egyszerűen a studentre kattintva a induló oldalon be tudnak lépni közvetlenül a saját csoportjukba. Itt a belépés után, tehát itt van ez a kód, amit megkapunk, a belépés után egyszerűen átalakíthatják a portfóliókat, avatárt állíthatnak be, tehát mindenféle érdekeset be tudnak állítani, főleg kicsit meg egyébként remek a program. Igazából egyetlen egy hátrányát láttam ideig az, hogy angol nyelvű, de én úgy vagyok ezzel, hogy egy kicsit a nyelvi kompetenciájukat is fejlesztik a gyerekek. A bűvenő fal nagyon sok részű, ugye először is itt látjuk oldalt a csoportjaimat. Az üzenő falról küldhetek közvetlen üzenetet, hogy a gyerekeknek, gyerekcsoportoknak egyénileg, illetve csoportosan ért a szülőknek is. Beállíthatok egy házi feladat fogadó gombot. Én, mint informatika szakos, ide szoktam várni a gyerekeket az elkészítmény. Tehát munkáit itt be tudom állítani azt, hogy milyen határidővel, illetve a pontszámot is, a maximálisan elérhető pontszámot is. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen jól összegyűjti maga az alkalmazásnak a válaszokat. Készíthetek innen az üzenőfalról, indíthatom el a kvízt, illetve egy azonnali szavazó rendszerem is van, tehát egy kérdés kiküldésével azonnal tudnak a gyerekek válaszolni. Tudok az üzeneteinket tudok kapcsolni, a éppen levő állományokat, linket tudok beállítani, illetve el tudom a tárhelyen levő könyvtár állományaiból tudok csatolni, erről egy picit mindjárt később is, és időzíthetjük az üzenet elküldését is. A következő, ami nagyon érdekes és hasznos dolog, ez a tesztek készítésre, illetve az értékelési lehetőséget. Ötféle lehetőségen van, ebből négy zárt rendszerű kérdés, a választás, logikai behelyezésítés, a bizonyos kukacszöveg, illetve párosítós, és van egy rövid válasz. Én megmondom őszintén, hogy a rövid választ nem szoktam sűrűn használni, mert ennek az egésznek az a lényeg, az egyik lényeges pontja, hogy szinte azonnali kiértékelést ad a gyerek számára, és visszajelzést kap a gyerek. Amit problematikusnak látok az, hogy ugye a rövid válasznál a számítástechnikai feladatoknál probléma lehet az egy szóköz vagy egy ékezetes betűerítése, tehát hogyha rosszul válaszol a gyerek egyetlen egy betűerítésével már nem fogadja el a számítógép. Tehát én inkább az első négynek a különböző variációit szoktam használni.
A kiértékelés során a gyerek azonnal visszakap egy, minden kérdésre megkapja a válaszát, zölden jelöli a jó választ. Itt az látszik, hogy 8 kérdést állítottam össze, 8 kérdésből állt a feladat. A zöld az teljesen hibátlan választja, de a kék az a esetleg hibásokat tartalmazza, a piros pedig a teljesen hibás választ. A gyerek tehát visszakapja, rögtön tudja magát ellenőrizni, vissza tudja nézni a hibáit, és a folyamatosan beérkező eredmények közül a 6 legjobbat mindig kiemeli a gép, és az jelenti meg itt fölül a kis képecskékkel együtt, alul pedig azt látjuk, hogy hogyan összegezte a kérdéseket, tehát itt kérdésenként látjuk, hogy például ez a típusú kérdés, ez sikerült a legjobban, ez hibátlanul sikerült az egész csoportnak. Míg a kérdésekre visszatérve, nagyon hasznosnak tartom azt, hogy lehet olyat is csinálni, hogy végelvi kérdéseket visszajön és kis módosítással újra új kérdésé alakítani, tehát tulajdonképpen egy kis időspórolás is. A kérdések kialakításánál van lehetőségünk van arra is, hogy beállítsunk egy időkorlátot, illetve azt, hogy keverje a kérdéseket vagy sem, illetve a válaszokat keverje vagy sem. Az eredményeket, ami megint egy nagyszerű, egy olyan eredménytáblában rögzíti le, ahol egyrészt van egy ilyen totál oszlop, erre egy kicsire sikerült ez a kép, de azért remélem, hogy látják. Ez a folyamatos előrehaladását mutatja a gyereknek, az éves előrehaladását. Itt ezen az eredménytáblán nem csak a tesztek eredményei jelennek meg, hanem megjelennek azok a bizonyos beküldendő feladatoknak az eredménye is, tehát tulajdonképpen egy folyamatos fejlődést tudunk nyomon követni a segítségével a gyerekek teljesítményéről. További lehetőségekről még néhány érdekességet. Egyrészt elég nagy tárhelyünk van, természetesen pedagógusoknak. Ez egy állomány 200 megabájtos felső határral tölthető föl. Másrészt pedig rengeteg beépített alkalmazás alapja van, ami még nagyon érdekes, hogy összekapcsolható egyrészt a Google Drive tárhelye, tehát rögtön föltölthető az osztályról bármilyen állományunk, valamint összekapcsolták az online Office alkalmazásokkal, vagyis például a gyerekek által elküldött mondjuk prezentációt le se kell tölteni, hanem automatikusan az Office, a Microsoft Office-ával megnyitja. Ezek közül válogathatunk bármennyit, illetve még kapcsolatba léphetünk kollégákkal is. Folyamatosan hirdetnek például versenyeket, matematika versenybe kapcsolódtak be tanulóim. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes kipróbálni, nagyon egyszerű a kezelése, ami megint csak remek az, hogy a gyerekek is nagyon könnyen kapcsolódhatnak, és mobiltelefonról, tehát okostelefon segítségével is fel tud kapcsolódni, meg tudja nézni a kiküldött feladatokat, kérdéseket, illetve esetleges tananyagokat. Hát én ennyit ígértem, én azt ígértem, hogy nagyon gyors leszek most egy utoljára, bárkinek valamilyen kérdése van, nyugodtan kérdezhet. Én itt közben nézem, én azt gondolom, hogy általános iskolásoknak remek, ugyanis nem nagyon bonyolult, nekünk, mint pedagógusoknak sem a gyerekeknek a használata. Egyre minél többet dolgozom benne, annál több szépséget látom igazából magának az oldalnak. Ezen kívül, ha a gyerekek nem látják egymás eredményét, elnézést kérek, nézem a beküldött kérdéseket, csak akkor, hogyha esetleg én kivetítem, én azt gondolom, hogy nem is kell látniuk az eredményeket. Nem tudom, hogy van-e még valakinek valamilyen kérdése. Igen, azt kérdezik, hogy hány évesekre használom. Én ötödikesektől használom. Egyáltalán nincsen nyelvi problémájuk egyébként, a gyerekeknek nem annyira bonyolult a nyelvezete magának a programnak. Igen, nagyobbaknak is jó valóban.
Igen, nem forrás, nem nyílt forráskódú ez sem. Ez egy ingyenes alkalmazás, nem igényel semmilyen informatikai átteretett rendszer, gazdát és így tovább, semmit nem igényel, nem is kell telepíteni, tehát ez egy online alkalmazás. Én nagyon sok munkámat tárolom is bent. És ugye, mivel hogy nem nyílt forráskódú, igazából a megjelenítésén nem nagyon lehet, de szerintem nem is kell módosítani, egyébként folyamatosan finomítják. Hát mondom, ez az egy hátránya volt, hogy pont magyar nincsen, nagyon sok nyelven található meg, tehát nagyon sok nyelven használtunk, németről, spanyolig, még finn is van, sajnos pont magyar nincsen, de hát a mai világban már azért nagyon problémás. Hogyha esetleg valakinek bármilyen kérdése lenne, illetve egy picit bővebben szeretne erről olvasni, amit én most itt nagyon gyorsan elmondtam, mivel már elég késő van, itt a blogomon megtalálhatja, illetve nyugodtan kereshetek meg, akár a Facebookon, akár pedig itt a e-mail címemen, nagyon szívesen segítek, esetleg ötleteket adok, hogy valaki kíváncsi a munkámra.